Sziasztok! Mostani túránk alkalmával az Arizona Calf Lake-re látogattunk el, bízva abban, hogy halakban gazdag horgászatot tudhatunk majd a hátunk mögött. Tartsatok velünk most is! Az Arizona Calf Lake Budapesttől 21 kilométerre Biatorbágy külterületén található. A tó alapterülete 27 hektár, melyből a horgászható vízfelület nagysága 21 hektár. Ezen a 21 hektáron 22 állás foglal helyet. A tóra főként a fog meg és enged vissza catch and release horgászat jellemző. A tóban fellelhető halfajok, ponty, amúr, tokhal, csuka, süllő, kősüllő, szürkeharcsa, kárás, combó, csapósügér, valamint keszekfélék. A horgászoknak lehetőségük van sátras, valamint házzal, faházzal ellátott állások foglalására, csónak, illetve ponybölcső bérlésére. Szegény halacska valakit már megtréfelt, de mi megszabadítottuk ettől a szereléktől is, és leápoltuk a sebeit.
Amíg én vécén voltam, kapás érkezett a középső botunkra, és én nem vettem el a lehetőséget a feleségemtől, inkább kamerát ragadtam. Megérkezésünkkor nagyon heves esőzések voltak, ezért erről nem is készítettünk nektek felvételeket. A tegnapi napon behúzásos módszerrel horgáztunk, a félpályát megjelölő dőlőbújáktól 15 méterrel visszább kezdtük meg a horgászatot. A hajóba Pellet és Parson Boyle került. Radarozás közben találtam egy akadót, ami dobó távolságra van, és mivel mára elég erősen feltámadt a szél, ezért az etetőhajót el is engedtük, és dobós módszerrel folytatjuk horgászatunkat.
Még a kora délutáni órákban kicsit dobócsővel etettem, majd az éjszakára készülve kötöttem egy kevésbé ismert, ám de annál brutálisabbnak kinéző előkét. Kisütött a nap, és a szél is aláfagyott. Ez azt eredményezte, hogy a kapásaink teljes mértékben megszűntek. A tóról és a csalikról még nem is beszéltem. A tó általánosságban eléggé iszapos, előttünk is 20-22 cm-es iszapréteg van. Én nem félek az iszaptól, csak ne legyen büdös, és szerencsére jelen esetben sem büdös. A csalik tekintetében én az iszapos pályákra általában az erősen fűszeres és a fokhagymás bojlikat ajánlom, a mi esetünkben is kettő hal kivételével az összes többi a fokhagymás ízesítésű bojlira érkezett. Horgászatunk lassan a végéhez ért, míg az utolsó éjszaka áll előttünk. Sajnos az ívási időszak ilyen hektikus a pontyfogás szempontjából, néha sikerül, néha nem. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, diszlájkoljatok, kommenteljetek, iratkozzatok fel, valamint tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!